Dr. Hagymási Zsuzsanna hatósági főállatorvos Csalakisfalud, Öreghegy és Ráczhegy területére rendelt el részleges községi zárlatot a mézelő méhek nyúlós költés rothadása miatt. Ez a fertőző betegség veszélyeztetheti a környékbeli méhállományokat, ezért kerül sor az intézkedésre Székesfehérvár település részeiben. Ennek a betegségnek a felszámolásához erős járványügyi intézkedéseket kellett meghozni. Többek között, ahol a betegség megállapításra került, ott helyi zárlatot rendeltünk el, és a betegség 5 kilométeres körzetében, az ezt érintő községekben pedig községi zárlatot rendeltünk el. A betegség felismerését segítik a szakellenőrök is. Nyerges József a méhészek megyei szaktanácsadója úgy véli, a gyors lefolyású kór felismerése már önmagában segíthet. A méhek nyúlós költés rothadása, az egy baktériumos betegség, ami már évszázadok óta, kb. 2500 évvel ezelőtt már Arisztotelész is leírta ezt a betegséget, legalábbis a betegség tüneteit. Ez tulajdonképpen egy spórás baktérium, aminek a veszélyességét az jellemzi, hogy maga a spóra az nagyon ellenálló, tehát tulajdonképpen csak az égetéssel lehet ezeket a betegségeket felszámolni. Az állat feloldását megkönnyítheti a méhészek együttműködése, már csak a telített mézpiacokán is. Saját érdekükben.